Köszöntöm a nézőket! Átadták a Baptista Szeretetszolgálat logisztikai központját Pákozdon. Kormányzati és Európai Uniós forrásból 1700 négyzetméteres raktárépület, irodák és egy oktatóterem kerülhetett kialakításra. A mai esti mérlegben az átadó ünnepségre kalauzoljuk erőnöket, maradjanak velünk! 2018. szeptemberében tették le az alapkövét annak az 1700 négyzetméteres pákozdi raktárépületnek, amelyben irodák és oktatóterem is helyet kapott kormányzati és Európai Uniós forrásnak köszönhetően. Magyarországon 9 karitatív szervezet, köztük a Baptista Szeretetszolgálat kapott támogatást munkájukhoz. A Baptista Szeretetszolgálat nevét, szerepét a hazai karitatív tevékenység területén azt gondolom, hogy mindannyian jól ismerhetjük. Régóta. Gondoljunk akár az oktatási, szociális intézmények fenntartására, a katasztrófa sújtotta területeken végzett munkájukra, vagy a páratlan sikerű karácsonyi cipős doboz akcióra. Az alapítvány karitatív munkájának középpontjában a hittel és szakértelemmel motto áll, vagyis Jézus Krisztus szeretett parancsa alapján segítenek a szakemberek és az önkéntesek a rászorulókon itthon, és a határon túl egyaránt. A szervezet tevékenységét engedjék meg, hogy méltassam néhány mondatban. Azt a gondolatot szeretném önökkel megosztani, hogy mit is jelent számomra a szolgálat. A szolgálat, szolgálattétel elsősorban azt gondolom, hogy azért fontos, mert a valamiben szükséget szenvedő embertársaink a rászorulók életét, mindennapjait tudja megváltoztatni. Ugyanakkor a földi szükségletek kielégítésén túl a szolgálattétellel az emberek üdvösségét is azt gondolom, hogy szolgálnunk kell. Úgy gondolom, hogy a mindennapi munkánkat is ennek a célnak kell áthatnia, és a Baptista Szeretetszolgálat tevékenysége ennek mintapéldája. Ezért fontosnak tartom kiemelni, hogy mivel is tud hozzájárulni ez a fejlesztés a szolgálattételhez, mit is szolgál ez az új infrastrukturális háttér, amelynek ünnepélyes átadására a mai napon összegyűltünk. Több fejlesztés valósult meg a pályázat keretében Magyarország több helyszínén. A meghirdetett támogatási program célja az volt, hogy Miskolcon, Békésben, Mátészalkán és Bükkszentmártonban szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi létesítményeket hozzunk létre és fejlesszünk, illetve az, hogy itt Fejér megyében közel 354 millió forintból egy 1700 négyzetméteres logisztikai központ létesüljön. Az alapítvány raktárbázisainak és eszközparkjának bővítésével és az ingatlan fejlesztés eredményeként elmondhatjuk, hogy jelentős mértékben javul a karitatív tevékenység ellátásának hatékonysága, valamint a hátrányos helyzetű csoportok különös tekintettel a családok reintegrációjának lehetőségei is szélesednek. A pákozdi beruházás keretében a raktár létesítése mellett az alapítvány munkatársainak elhelyezését szolgáló irodai részleg és olyan oktatási központ kialakítása is megvalósulhatott, ahol lebonyolítható az önkéntesek és a munkatársak különböző képzése is, illetve a szolgáltatások minőségének fejlesztéséhez is hozzájárul. Tisztelt ünneplők, nagy örömmel tölt el, hogy egy olyan projekt zárásának lehetünk részesei, amely az embert helyezi a középpontba, így a rászorulók megsegítését és az ezzel kapcsolatos karitatív munka még aktívabb munkavégzését helyezi előtérbe. A Baptista Szeretetszolgálat több mint 20 éves munkája garancia arra, hogy ezek a fejlesztések a rászorulók mindennapjait jelentősen segíteni fogják a jövőben. You are the world at the beginning, when we call the Lord Most High. You're heading glory elation, and I within you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. Az Európai Unióban egyedülállóként, tényleg másokról nem tudunk, akik ennyi karitatív szervezetnek és ilyen széleskörű beruházási lehetőséget biztosítottunk. És azért is gondoltunk erre, és akkor itt néhány számot azért még hagyd mondjak el önöknek, ugyanis a karitatív szervezetek az utóbbi
körülbelül 25 évben a vám által vagy máshol lefoglalt áruknak egy jó részét márkátlanítják, meg kicsit rendbe teszik, majd utána pedig rászorulóknak eljuttatják. Most amióta benne vagyunk az Európai Unióban, azóta ez csökkent, ezeknek a felajánlható áruknak a mennyisége, de még így is hatalmas nagy. És ezek, hogyha megnézzük, hogy mit osztott szét az elmúlt 10 évben, 2010 óta 6 karitatív szervezet, akkor az fantasztikus. Több mint 1 milliárd 650 millió forint értékű árut osztottak szét, és 650 ezer embernek, annyi embernek segítettek. És pontosan ezért szerettük volna segíteni a további munkájukat ilyen lehetőségekkel, hogy raktárbázisok is épüljenek. Ráadásul erre a segítő felajánlásra, közreműködésre rákaptak a nagy élelmiszerláncok is. Jó szándékkal éppen, hogy még lejárat előtt, de nagyon fontos élelmiszerek és más különböző tárgyaknak a felajánlását teszik meg, és tették meg a múltban is, de ezt valahol tárolni kell. És az igazság, hogy ez a felajánlás sokszor már meghaladja azt, amit mondjuk a vámon lefoglalt árukból tudunk eljuttatni rászorult embereknek. Tárolni kell, ki kell osztani, el kell juttatni rászorultakhoz. És én ezt köszönöm meg megint csak, hogy azok, akik tervezték ezt az épületet, akik elgondolták, hogy itt legyen, nyilván itt a környéknek, ennek a térségnek, rászorult honfitársainknak, adott esetben bizonyos intézményeknek, szociális intézményeknek az ellátásában be fognak segíteni. Isten áldja mindazokat, akik ebben segítettek. Ez a 400 millió forint nagyságú építkezés szerintem nagyszerűen valósult meg, és jól tükrözi szándékunkat, közös szándékunkat, és ahogy államtitkár asszony is mondta, a jövőben, miután most tervezzük a következő Európai Uniós támogatási rendszert, mi továbbra is szeretnénk, el is indítottuk, hogy nagyságrendileg 5 milliárd forintos támogatás kerüljön be újra a karitatív szervezeteknek további fejlesztéseiknek a megvalósításához. A szeretett szolgálat első lépései innen a tó mellett Velencéről indultak közel negyed százada. Egy kis teherautónyi segély a balkáni háború áldozatainak. Karácsony előtt néhány száz, akkor még nem Magyarországon készített, hanem Nyugat-Európából érkezett cipősdoboz ajándék a környékbeli nagycsaládosoknak. Némi tűzifa, élelmiszer azoknak, akik közel és távol élnek, vagy éppen egy konduktor, aki a koszovói mozgássérült gyermekeknek segített szó szerint az első lépéseit megtenni, bár már 6 éves volt ez a kisfiú. A kezdeti lépéseket aztán egyre bátrabbak és különlegesebbek követték. Utcai megkereső programok, amikor azt gondoltuk, hogy talán lehetetlenség lesz ezt végigvinni. Az emberkereskedelme elleni küzdelem megindítása, Magyarországon az első shelterház megnyitása, vagy a magyar források mozgósítása a Fogadj Örökbe program révén. Az egyik alapigénk, amiről Sándor meg annyiszor prédikált, amikor elmondta Isten adta álmait, arról szól, amikor Jézus a háborgó tengeren oda megy a tanítványaihoz. Péter azt mondja, ha valóban te vagy Uram, akkor parancsold meg, hogy a vízen járva menjek hozzád. És ez a vízenjárás olyan sokszor megvalósult a szeretett szolgálat életében. Jézus mondja, hogy lépj ki a csónakból, és mi kiléptünk a csónakból, és már azt gondolom, hogy néha szinte természetessé vált a vízenjárás, ami egyáltalán nem az. Istennek a kegyelme és Istennek az áldása, hogy vízen járhattunk a Mester felé, átérhettük ezt a csodát Magyarországon, határainkon túl, és még távolabbi vidékeken, Észak-Koreától Afganisztánon át, vagy talán Dél-Szudánt is említhetném itt. És persze átéltük a kilépés előtti izgalmat, küzdelmet, feszültséget, talán bizonytalanságot,
de a várakozást is. És ezzel a várakozással vagyunk itt, ezen a mai napon is. Mert voltak más kilépések is, ugyan a szociális és az oktatási misszió elindítása, a magyar adományozók táborának a kiszélesítése, akár a már említett Fogadj Örökbe program, akár az említett cipős doboz akció hazai meghonosításával. Volt egy másik különlegesen ambiciózus lépés, a nemzetközi kutatómentő és egészségügyi csoportnak az elindítása, amelyben nem csak magyar, hanem külföldi szakemberek is együtt dolgozhatunk, és ezáltal el tudtuk vinni Magyarország jó hírnevét, vagy meg tudtuk erősíteni Magyarország jó hírnevét. Számos országban lehetne említeni Indonéziát, Kínát, Fülöp-szigeteket, Haitit, vagy éppen akár különleges módon még az Egyesült Államokat is. Egy évvel ezelőtt egy texasi rendezvényen Bush elnök úrral találkozva újra megköszönte azt, hogy elnöksége idején a Katrina hurrikánnak a pusztítása után magyar mentőcsapat is dolgozott, magyar orvoscsoport is dolgozott, és megköszönte ezt a segítséget. És hisszük, hogy ez a mai lépés is fontos mérföldkő a baptista szeretett szolgálat életében, mert a saját korszerű logisztikai központ a segélyezési munkaterén egy új fejezetet erősíthet meg. Hálásak vagyunk ezért a lehetőségért. És külön köszönjük Magyarország kormányának, jelenlévő képviselőinek azt a segítséget, amivel támogatták ennek a munkának a létrejöttét, ennek a logisztikai központnak és más egyéb szolgálatoknak a létrejöttét. És nagyon öröm számunkra, hogy éppen ez itt Fejér megyében, az indulástól néhány kilométerre a Velencei tó partján valósulhat meg. Ide sok szállal kötődik segélyszervezetünk. Bízunk abban, hogy nem csak a környéken élőknek, hanem Magyarországon, határainkon túl, a felvidéken, a délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján és mások számára sok-sok rászoruló családnak fog majd ennek a központnak a szolgálata segítséget nyújtani. Végezetül pedig hadd szóljak hozzátok, kedves munkatársaim! Nagy szeretettel, tisztelettel és büszkén köszönöm nektek az évtizedek sok-sok munkáját, sok-sok áldozatkészséget, azt a rengeteg időt, azt a rengeteg odaszánást, azt a szeretetet, amit nyújtottatok abban a szolgálatban, amit végeztek. Végezetül pedig én is hadd kérjem és kívánjam Istennek az áldását erre a központra, ennek a központnak a szolgálatára, a baptista szeretett szolgálatra, és Isten áldjon mindannyiunkat. Hatalmas nagy létesítményt tudtunk létrehozni, illetve ez a terem, amiben vagyunk, ez is több mint 100-an vagyunk most itt körülbelül. 100 fő befogadására alkalmas ilyen oktatási konferencia termet tudtunk kialakítani megint, csak nem állt rendelkezésünkre eddig, illetve 40-44 fő munkatársnak tudunk helyet biztosítani a lenti kettő szinten. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy tényleg olyan eszközöket tudtunk pótolni ebből a pályázatból, amik hát használódnak és kopnak. Úgyhogy tudtunk venni két mikrobuszt és két furgont, amit itt lehet látni, és itt az épület környékén elhelyezve, emellett a különböző tevékenységünk, karitatív tevékenységünkhöz olyan elengedhetetlen eszközöket, amely tudja hatékonyabbá tenni a működésünket. Egyébként az egyik főleg a gazdasági igazgatóságunk kedvére is, hogy tudjunk tenni, a legnagyobb dolog a mi életünkben az lesz, hogy most itt tényleg számítógépen tudjuk adokat az árukat, adokat az adományokat tárolni, beadni, kiadni, ami mondjuk a könyvelés szempontjából is megkönnyíti. Pont valamelyik nap számoltattam össze a könyveléssel, a tavaly évben 200 ezer darab adomány nyung volt, amit eljuttattunk emberhez. 200 ezer. Ebből ennek több mint a felét nekünk kell célba juttatni. A másik felérért eljönnek más rászoruló szervezetek. De hát ez bődületes nagy szám. Ebben benne van az 50 ezer
50-60 ezer cipős doboz is természetesen, de hát ennyi árut mozgatni, eljuttatni, tárolni, összehangolni és nyilván tartani, mert hát ugye mondjuk ki, hogy azért a könyvelésnek azok mindig helyén kéne lenni, ez bődületes nagy munka. Úgyhogy ezt is sikerült megvalósítanunk most ebből a szempontból, ilyen, és ennek ad is ad előnye, hogy egy helyen vannak az áru, meg a nálunk lévő adományok. A Bákozdi bázis a rászorulók gyorsabb és költséghatékonyabb elérését segíti a jövőben. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány az új létesítményre pályázati forrásból 354 millió forintot fordított. Kedves nézőink, a mai esti mérlegben a Baptista Szeretetszolgálat logisztikai központjával foglalkoztunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!